Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Kész Varvala Mónika, rendőralezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság munkatársa. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz, köszöntöm én is a nézőket. Nagy oka van annak, hogy beszélgetünk, annál is inkább, mert hogy ez az elmúlt időszakban nem valósulhatott meg. Amikor még az önkormányzat munkatársaként dolgoztál, akkor nyilván találkoztunk. És hát azért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy egy ilyen rangú rendőrtiszt miként választott hivatást. Tehát a kérdésem már is az első kérdésem, hogy egy tűzről pattant kicsi lány miként választ magának hivatást. Milyen álmaid voltak gyermekként? Gyermekként nem volt az az álmom, hogy rendőr legyek, és hogy ezen a területen dolgozzam. Ugyan beszélni mindig nagyon-nagyon szerettem, és egy cserfes kislány voltam, és mindig szerettem mindenről tudni, de így kimondottan az, hogy az emberek szolgálatába állítsam úgymond magam, és később pedig aztán erről a területről pedig kommunikáljak és hírt adjak az embereknek, azért ez így nem volt a terveim között. Abban biztos voltam, hogy humán beállítottságuként jogi területre szeretnék tovább menni, és hogy valami ilyen jellegű tanulmányokat szeretnék folytatni. Hasonlóan vélekedett erről az ikertestvérem is, tehát mind a ketten ilyen irányba mozdultunk elő, egyébként a jogi pályát is választotta és jogi egyetemre ment. Én nekem pedig abban az évben, amikor a pályaválasztás éve volt, akkor fogalmazódott meg az, hogy esetleg mi lenne, hogyha a rendőrtiszti főiskolát megpróbálnám. Édesapám ösztökélésére egyébként. Lehet, hogy láttam azt a mintát egyébként a szüleimnél, hogy mind a ketten tulajdonképpen az emberek szolgálatába állították magukat, ha lehet így fogalmazni, hiszen édesanyám zenepedagógus, apukám meg annak ellenére, hogy felvonó üzemmérnök, de egyébként szolgáltató cégei vannak, tehát biztonságtechnikával foglalkozik, illetőleg felvonók üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozik. Tehát lehet, hogy ez a minta, hogy tulajdonképpen az embereket segítsük, támogassuk, és egyfajta szolgáltatást nyújtsunk nekik. Adott esetben én rendőrként mondjuk a biztonságot, illetve most már ugye azt, hogy hírt adok bizonyos eseményekről és azokról a dolgokról, amit ugye a rendőrök végeznek. Lehet, hogy ez vezetett el odáig, hogy ezt a hivatást válasszam. Rögtön szóba kerül a rendőrtiszti főiskola mindenképpen, de előtte azért a Ciszterci Szent István gimnáziumos évekről essék szó, beszéljünk róla. Milyen impulzusok értek ott? Ahogy említettem, ugye van egy ikertestvérem, tehát ugye ezt a 4 évet, mint ugye végig a tanulmányaim a 18 éves koromig meghatározta azt, hogy mi mindig együtt voltunk. Egymás mellett is ültünk általában egyébként az iskolában. Nagyon szerettem a Józsefbe járni, ugye akkor még így hívtuk mi alatt, ugye ott voltam, és ugye a 4 évet ott töltöttem, az alatt lett ugye a Ciszterci rendnek az intézménye. Nagyon jó tanáraim voltak, nagyon szerettem oda járni, az osztályunk is egyébként egy elég jó közösségi osztály volt. Ugyanakkor meghatározta egyébként a középiskolás éveimet az, hogy az Alba Régia Tánc Együttesnek a tagja voltam, tehát ami a tanulmányok mellett volt, szabadidő vagy adott esetben program, az pedig egyébként ahhoz volt inkább köthető. Ugye azt mondják, hogy a tisztesség ott felügyel minden cselekvés eredőjénél. Meg volt, aki meglepődött ennek tükrében, hogy a rendőrtiszti főiskolát választottad, vagy ezt már a társaid is, tanáraid is tudták, és azt mondták, hogy ez így jó? Talán mondhatom azt, hogy meglepődtek, vagy furcsa volt egy kicsit ez a választás, hiszen azért, ha belegondolunk, ugyan egyre inkább elnőiesedik ez a szakma, tehát a rendőrségnél is egyre többen vagyunk egyébként nők, de abban az időszakban még azért ez nem volt annyira jellemző, és inkább ugyanúgy, mint a katonaságnál, ugye azt gondolja az ember, hogy inkább férfiak választják ezt hivatásukként, és úgymond szakmájukként, és nem a nők, főleg én azért alacsonyként, nem tudom, tehát kistermetűként azért csodálkoztak jó néhányan. Viszont ha azt a részét veszem, hogy mindig egy szabálykövető voltam, és azért bizonyos mesdjéken belül, illetve szabályokon, korlátokon belül éltem az életemet, és eléggé következetes nevelést kaptam a szüleimtől is, akkor viszont, ha belegondolunk abba, akkor nem olyan nagy váltás, és nem annyira nagyon különleges, hogy egy ilyen hierarchikus szervezetet választottam második családomként. Mi volt számodra vonzó az egyenruhában? Az, hogy szabálykövetés, az biztos. Tehát amit az előbb is említettem, hogy ez ugye részemről nem volt egy ilyen nagy feladat vagy kihívás, hogy megfelelni bizonyos korlátoknak és azokon belül mozogni.
hiszen ugye gyerekként is így éltem az életemet, és bármilyen közösségben, hogyha voltam, azért ott mindig megvoltak azok a bizonyos keretek, amiket ugye meg kellett tartani, és azon belül kellett mozogni. Ez értendő arra, hogy akár mondjuk családon belül is, akár ugye az iskolában, hiszen ott is ugye egy egyházi jellegű iskola, és ugye később már, hogy a ciszterekhez tartozott, azért ott is komoly korlátok voltak. Akkor, hogyha a táncot vesszük, ott is voltak bizonyos feladatok, felelősségek, azért, hogyha színpadra kiáltunk, ott is bizonyos korlátok, amiknek meg kellett felelni, és azt gondolom, és sportoltam is, mert műkorcsolyáztam, tehát valahol az életemet mindig az, hogy bizonyos keretek között kellett azt a tevékenységet folytatnom, amit éppen csináltam, ez tulajdonképpen nem volt furcsa. Hogy most ez még egy egyenruhával társul, az meg azt gondolom, hogy még inkább egy tartást biztosít és ad annak, aki ezt tulajdonképpen viseli. Fontos kérdés, hogy miként választottál az alapok után szakirányt magadnak, mint rendőrtiszt? Az első gondolatom az az volt, amikor kitöltöttem a felvételi lapot, jelentkezési lapot, hogy azért szeretnék az emberekkel és az állampolgárok közelében maradni és velük foglalkozni, tehát nem a bűnözőkkel. És kezdetekben még az volt az elgondolásom, hogy éppen ebből kifolyólag a közlekedésrendészeti területen szeretnék dolgozni, és ezt a szakirányt választottam a rendőrtiszti főiskolán, mint szakirányt. De aztán, ahogy ott voltam a főiskolai évek alatt és tanultam, eleve egy generáldiplomát kaptunk, tehát tulajdonképpen nem jelentette azt, amikor én 2000-ben tiszti végzettséget szereztem és letettem a tiszti eskümet, hogy csak közlekedésrendészeti területen dolgozhatom, hanem tulajdonképpen a rendőrségen belül bárhol, ahol engem fogadni tudnak. És akkor már egyre jobban színesedett az a paletta, és beleláttam ugye a rendőri munkának más szegmenseibe is, és azt gondoltam, hogy nem fog tőlem távol állni adott esetben, hogyha bűnügyi területen kell dolgoznom. És az élet egyébként így is hozta, mert annak ellenére, hogy közlekedésrendészeti területen végeztem, itt a székesvérvári rendőrkapitányságon bűnügyi területen a vizsgálati osztályon tudtam elkezdeni dolgozni, és itt csalásokkal, sikkasztásokkal, lopásokkal találkoztam, tehát ilyen jellegű bűncselekmények voltak azok, amelyeket vizsgálnom kellett. Aztán jött a változás, hiszen én még emlékszem rá, hogy a veled kezdődött az évezred, ha úgy tetszik, és az én a rendvédelmemmel foglalkozó pályafutásom is itt a televízióban, hiszen számtalanszor kértünk tőled interjút, és akkor már a szóvivői feladat sem állt tőled messze, ahogy tetszik. Mi arra emlékszünk, hogy ott állt egy vagány fiatal lány, akin látszott, hogy minden mélységét ismeri a hivatásának, szakmának, és ráadásul remekül eligazodik úgymond a riport útvesztőiben is. Igen, elég hamar egyébként a rendőri pályámnak megtalált ez a felkérés, vagy ez a lehetőség, ha lehet így fogalmazni, hiszen már ugye 2002 év végén körvonalazódott hogy adott esetben, hogyha szeretnék átkerülni a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs területére, kommunikációs szolgálatához, Szabó Ágnes mellé, akkor tulajdonképpen nyitva áll a kapu, és én éltem ezzel a lehetőséggel, úgyhogy 2003-as évet már úgy kezdtem, hogy ott dolgoztam, és mellette, mint kommunikációs munkatárs és kommunikációs referens dolgoztam, és valóra vált tulajdonképpen az az álmom, ami nem gyerekként, de már ugye kicsit nagyobb korban megfogalmazódott bennem, hogy egy olyan területen, ahol dolgozom, ott egy olyan szegmensben benne lenni, ami az emberek tájékoztatásával foglalkozik, és ez ugye nem más, mint a rendőrségi szóvivői kommunikációs referensi munka. Több mint két évtizede ismerjük egymást, és tudjuk a kollégáimmal együtt, hogy mindent teljes szívvel és szakmaisággal csinálsz, és ez egyértelmű, hiszen ahogy fogalmazunk úgy, hogy a langyosokat kiköpi az Úr. Az, amit megálmodtál magadnak rendőrtisztként, az beteljesült az évek során? Nem a máról beszélek, hanem még a régmúltnál tartunk. Talán mondhatom azt, hogy igen. Amikor a Fejér megyei rendőrfőkapitányságnak a szóvivője voltam, akkor mindig az volt a célom, egy kicsit ugye rendőrként, illetve egy kicsit újságíróként is, hogy megtaláljam azt a mesdjét és azt az utat, ami
elfogadható és ami jó mind a két oldalnak. Tehát mind a rendőri vezetők szemszögéből tudom képviselni azt, hogy adott esetben az újságírók és a riporterek mire kíváncsiak, és meg tudom velük azt beszélni, és el tudom fogadtatni, hogy mi az, amit adott esetben egy ügyről, egy balesetről elmondhatunk. És ugyanígy viszont az újságírókkal, riporterekkel is megtalálni azt a hangot, és megtalálni azt a közös utat, amiben látják azt, hogy mi az, ami már mondjuk adott esetben szakmailag nem tudok túlmenni, és mi az, amikor ott van a vége és a pont, amiről már adott esetben nem tudunk beszélni. De mindig próbáltam azt a hangot megütni mind a két oldalon, hogy az, amit mondok, és az, amit képviselek, az hiteles legyen, és mindenképpen próbáltam ezt úgy tenni, hogy az emberek, akik néznek, hallgatnak, azok tulajdonképpen meg is értsék. És próbáltam mindig úgy fogalmazni, hogy egy kicsit a szakzsargont adott esetben egy kicsit háttérbe szorít, hogy érthető hétköznapi nyelven fogalmazzam azt meg, ami adott esetben le volt írva egy jelentésben, vagy pedig egy gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyvben. Tapasztaltuk. De mikor érezted szükségét annak, hogy elindulj egy másik úton, ami kapcsolódó értelemszerűen, tehát gondolok itt a Pázmányra, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra? Még tulajdonképpen a felkérés meg sem történt a Fejér megyei rendőrfőkapitányság vezetősége részéről, amikor már bennem megfogalmazódott az, hogy még a rendőrtiszti főiskolán túl szeretnék valamivel foglalkozni és valamit még tanulni. Tehát, hogy a tanulmányaimat nem szeretném abba hagyni ott, hanem hogy a munka mellett még mindenképpen valamit szeretnék csinálni. És akkor már körvonalazódott ez, hogy kommunikációs területen tevékenykedni, és a rendőri munkával párhuzamosan vagy adott esetben így korrelációban, és már egyből tulajdonképpen, ahogy a rendőrtisztit befejeztem, utána én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikációs szakára jelentkeztem, és PR szakirányt választottam. Mi az, amit át tudtál emelni a rendőri munkádba az ott tanultakból? Volt bőven, én azt gondolom, különösen most, hogy már nem itt a Fejér megyei rendőrfőkapitányságon és Székesfehérváron dolgozom, hanem az országos rendőrfőkapitányságon, és ott szakirányítást végzünk tulajdonképpen a munkatársaimmal együtt, és azt gondolom, hogy egyfajta imidzsépítés és arculatépítés is folyik egyértelműen, ugye most már eléggé határozott és tudatos módon a rendőrségnél, és talán azt gondolom, hogy be tudom építeni azokat a dolgokat, még ha csak kicsiben is, amit adott esetben ott tanultam, és ott tapasztaltam, és láttam az egyetemen. Ugye határozott és tudatos, ezt a két jelzős szerkezetet használtad, és ez nagyon-nagyon fontos, mert ugye ezt megtapasztaljuk, hogy nagyon fontos, hogy a rendvédelmi szerveknél valóban olyan rátermett emberek dolgozzanak, akik tisztává, világossá tudják tenni bizonyos intézkedések sorsát, megmagyarázni a köznapi embernek, ennél fontosabb nincsen. Ennek tükrében, amikor váltanod kellett, váltottál, és az önkormányzatnál találtál munkát, az önkormányzat kommunikációs központnál, ez mit jelentett neked? Azt érzem, hogy egyfajta kitekintés volt tulajdonképpen a rendőri munkából. Ugye családi okok miatt volt erre szükség, hogy végülis átrendeléssel tulajdonképpen egyfajta hármas megállapodásként szülessen meg az a döntés, hogy én aztán a munkámat a Székesfehérvári Önkormányzat kommunikációs irodánál folytassam. És nagyon sok pozitív inger, tapasztalat és élményért. És azt gondolom, hogy aztán később ezeket is mind be tudtam építeni a rendőrségi munkámba, hiszen teljesen más szemszögből tudtam már találkozni azokkal a riporterekkel, újságírókkal veletek, mint adott esetben akkor, amikor ugye a rendőrséget képviselve történt ez. Ugyan itt is természetesen képviseltem akkor éppen ugye a várost, illetve az önkormányzatot, de mégis azért egy másfajta jellegű szituáció volt, mint akkor, amikor ezt ugye egyenruhában tettem. És beleláttam egy kicsit talán a mélységébe is, hogy egy városnak hogyan történik a kommunikációja, és hogyan lehet azt valamilyen módon tulajdonképpen azért irányítani. Ez a rengeteg tapasztalat nyilván hasznosítható. De mit tette szükségessé, hogy visszatérj az eredendőhöz? 2017-et írtunk. Valóban így volt. Megmondom őszintén, hogy nagyon hiányzott a rendőrség. Tehát talán a leginkább ezt lehet mondani, hogy az a fajta nyüzsgés, az a
az a zizegés és az, ami a rendőri munkánál van, hogy nincs két egyforma nap, nincs két egyforma hír, és benne lenni tulajdonképpen ízig-vérig a belsejében ennek a szervezetnek, valahogy azt éreztem, hogy ez hiányzik. Arról nem beszélve, hogy egy lehetőség is megtalált, hogy akkor az országos rendőrfőkapitányságnál folytassam a munkámat, és aztán ott a kommunikációs szolgálatnál, mint sajtóügyeletvezető kezdtem el 2017 őszén dolgozni. Előtte azonban az történt egy más, kezemben tartok egy könyvet, megmutatom a kedves nézőinknek is, a Mesésfehérvár, barangolj velünk, te jegyzed, és sokan mások, egy fantasztikus történetek. Olyan mélységeket kutattatok fel, hogy a hiába jár nyitott szemmel az emberfia, és hiába székesfehérvári, mindig valamiféle újdonságot talál ebben a könyvben is. Nagyon jó. Honnét jött a gondolat? Tulajdonképpen Simon Erika, ugye fotóriporter kolléganőmmel, akivel ugye az önkormányzatnál dolgoztunk együtt, fogalmazódott meg bennünk az, hogy szeretnénk tulajdonképpen egy olyan könyvet létrehozni Székesfehérvárról, ami még nem volt. Nagyon széles és színes az a paletta, amivel ugye a fehérvári könyvek itt rendelkeznek, és a várost bemutatják, de találtunk egy olyan kis hézagot, ami talán be lehetett tölteni, és ez az volt, hogy egy olyan közvetlen, kötetlen stílusú kiadványt készítsünk, ami adott esetben mondjuk a fiatalokat is meg tudja szólítani, és őket is érdekli, és a várossal kapcsolatos, és a városhoz kötődik. És így találtuk ki azt, hogy szülessen akkor egy olyan könyv, ami Fehérvárnak a nevezetességeit, szimbólumait mutatja be, és egy kicsit másként, mint akár adott esetben előtte eddig. Igen, és végtelenül emberi, köznapi nyelvezettel fogalmazza meg azokat a csodákat, amelyeket ugye nem látunk, elmegyünk mellettük évről évre. Viszont a mesének nincs vége, mert hogy készültünk azzal, Mesél a rendőr címmel, Mese a szeretetről, és én azt hiszem, hogy ez egy, majd utána beszélünk róla, hogy ez hogy jöhetett létre, de most nézzük meg együtt Kész Varga Mónika meséjét. Mese a szeretetről. Volt egyszer réges-régen egy sziget, ahol az emberi érzések és tulajdonságok éltek. A vidámság, a bánat, a tudás, a gazdagság, és még sok más, így a szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget elsüllyed, ezért nekik el kell hajózniuk a világba. Valamennyien előkészítették hajóikat, és elhagyták a szigetet. Egyedül a szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a sziget teljesen elsüllyedt volna, a szeretet elkezdett segítségért imádkozni. Ekkor a gazdagság egy luxus hajón úszott el mellette. És a szeretet megkérdezte. Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? Nem tudlak, felelt a gazdagság. A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek. Itt nincsen már hely a számodra. Ezután a büszkeség közeledett egy csodaszép hajóval a szeretet felé, így őt is kérlelni kezdte. Büszkeség, kérlek, el tudnál vinni engem is? Nem, szeretet, nem tudlak elvinni. A hajómon minden tökéletes, s te esetleg árthatnál ennek. Így hát a szeretet nagyot sóhajtott, s akkor meglátta a bánatot, így őt is megkérte. Bánat, kérlek, vigyél magaddal. Ó, szeretet, mondta a bánat, ha tudnád, én mennyire szomorú vagyok, s most egyedül kell maradnom a hajómon. A szeretet lemondóan elfordult, s ekkor megpillantotta a vidámságot közeledni. Odaszaladt hát ismét a parthoz, és kiabálva kérlelni kezdte. De a vidámság gyorsan elhúzott a szeretet mellett, mert annyira elégedett és olyan boldog volt, hogy észre sem vette szeretetet, meg sem hallotta a kérését. Szeretet teljesen egyedül maradt a szigeten, s ekkor hirtelen megszólalt egy hang. Gyere, szeretet, én elviszlek téged. S a szeretet látta, hogy egy öreg ember szólt hozzá. Szeretet annyira hálás és boldog lett, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg ember nevét, s ez csak akkor jutott eszébe, mikor már újra biztonságban volt. De megkérdezni tőle már nem tudta, mert alig értek partot, az öreg már is tovább hajózott. Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki,
ezért felkereste a tudást, s kíváncsian kérdezte tőle. Tudás, meg tudnád mondani nekem, ki segített nekem? Az idő volt, felelte a tudás. Az idő, kérdezett vissza szeretet, vajon miért segített rajtam az idő? S a tudás válaszolt. Azért, mert csak az idő érti meg, hogy milyen fontos lesz a világban, az emberek életében a szeretet. Igen, hát a szeretet soha nem lehet magányos, az idő segít. No, ez egy remek gondolat volt, bárki is hívta életre, és azóta is működik. Igen, igen, valóban így van. A Budapesti Rendőrfőkapitányság kommunikációs osztálya volt az, aki elindította ezt a kezdeményezést, és életre hívta ezt a mesés szereplést a rendőrök körében, hiszen ugye itt a járványhelyzet miatt azt gondoltuk, hogy sok családnak talán nehézséget okoz az, hogy be vannak zárva, nem tudják a gyerekeket ugye elvinni bábszínházba, nincsenek olyan közvetlen kapcsolatra lehetőségek, amik adott esetben a tárházai lehetnének annak, hogy a gyerekeknek programokat és színes különböző eseményeket szervezzenek. És aztán kitalálták azt nagyon ügyesen a budapesti kollégáim, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen sorozatot indítanának, és maguk az egyenruhások és a rendőrök mesélnének a gyerekeknek, és ezt online módon el lehetne érni. És nagyon sok visszacsatolás érkezett egyébként óvodáktól, kisiskolás gyerekektől és szülőktől, akik nagyon-nagyon pozitívan nyilatkoztak ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, és nagyon-nagyon örültek annak, hogy ez van, és azóta is folyamatosan várják az újabbnál újabb meséket. Teli találat volt, és várjuk a folytatást. Ugyanakkor teli találat az a feljegyzés is, illetve az a tanulmány, amelyet egy kollégáddal írtál, mert hogy én azt mondom köznapi emberként, hogy felbecsületetlen szerepe van a jelenünkben, ebben az időszakban pedig mindenképpen a rendőrségnek, és ugye a ti tanulmányotok címe az imázs, az arculat és a kommunikáció szerepe a rendőrségnél. És hadd idézzek belőle röviden, írásunkban azt szeretnénk bemutatni, mondjátok, hogy egy szervezet működésének mennyire fontos része az a benyomás, amelyet a kívülállók körében kialakít magáról. A rendőrség Magyarország legnagyobb közigazgatási szervezeteként minden ember számára ismert, azok a tulajdonságai és jellemzői mindenképpen, amelyekkel az emberek naponta találkoznak. Nagyszerű ez a tanulmány. Beszéljünk róla. Nagyon szépen köszönöm. Olvasmányos egyébként, már elmondtam, hogy én elolvastam. Van benne szakzsargon nyilvánvaló, hiszen az kell is, hiszen önmagatoknak írtátok, ha úgy tetszik, de azért mindannyiunk számára mérvadó lehet. Valóban, ezt Pokrócos György kollégámmal írtuk. Egy nagy részét egyébként az írás alapozta meg és tette ki, amit én annak idején egyébként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, mint szakdolgozatomat adtam le, hiszen ott is már ugye a rendőrségi PR-ral foglalkoztam, és magával az imázs és arculatépítéssel. És ezt próbáltunk meg ugye Gyurival kollégámmal megfogalmazni egy ilyen írásban, hogy tulajdonképpen mennyire összetett az a munka, amit a rendőrség, ugye már az elején is említettem, hogy most már egyre tudatosabban próbál kiépíteni és láttatni, hogy tulajdonképpen az emberek mit vesznek le belőlünk, vagy ebből a hivatásos és nagyon katonás és rendvédelmi szervezetből, és próbálunk hozzájuk ugye egyre közelebb kerülni, és tulajdonképpen ebben a tanulmányban lehet azt látni, hogy milyen sok szegmense van annak, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani, és hogyan tudunk hozzájuk elérni. Onnantól kezdve, hogy adott esetben mi a szlogenünk, a szolgálunk és védünk, és ez megjelenik ugye a rendőrségi autókon, milyen színeket használ a rendőrség magukon a szolgálati kocsikon, milyen színű az egyenruhája, eleve annak milyen ékítményei vannak, ugyanúgy adott esetben, hogy milyen a honlapunk, milyen közösségi média felületeink vannak, és hogyan szólalunk meg, milyen stílusban és milyen nyelvezettel az emberekhez, az újságírókhoz, és hogyan beszélünk, és adott esetben, hogy hogyan adunk egy interjút egy tévé vagy egy rádió riportban. Tehát a cél és az eszköz kézen fogva jár, mondhatjuk.
Igen. Ugyanakkor megérkeztünk a mába pontosan ezért. Rendkívüli felelősség a tiétek, hiszen a koronavírus járvány kellős közepén vagyunk. Milyen plusz feladatokat ró ez rátok kommunikációs szempontból? Tény, hogy ugye megváltozott mindenkinek az élete, hát a rendőrségé meg aztán végképp itt a járványhelyzetre tekintettel. Azzal talán ugye nem mondok el újdonságot, hiszen naponta találkoznak kollégáimmal, hogy az operatív törzsnek a sajtótájékoztatóit azt ugye mi szervezzük, tehát tulajdonképpen az ott elhangzottak egy része, az tulajdonképpen úgy tevődik össze, hogy a kollégáim is tevőlegesen azoknak a híranyagoknak az összeszerkesztésében ugye tevőlegesen részt vesznek. Arról nem beszélve, hogy ugye magának a kommunikációs szolgálatnak most a megbízott főosztályvezetője Gál Kristóf rendőralezredes kollégám, és ugye ő is rendszeres résztvevője ezeknek a sajtótájékoztatóknak. Tehát tény, hogy egyébként a mi feladatunk mindenképpen az, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban olyan információkat tudjunk az emberekhez eljuttatni, ami hiteles, és ami mindenképpen megnyugtató lehet ebben a kiemelt és különleges helyzetben most számukra, és mindenképpen olyan információkhoz juttatni őket, amik természetesen a mindennapi életükre kihatással vannak, lesznek, és mindenképpen egy olyan utat mutatni és lehetőséget, hogy hogyan tudnak védekezni, felkészülni, és adott esetben tehát az életre, és betartani azokat a szabályokat, amik mindenkire nézve kötelezőek. A mi feladatunk pedig nem más, mint hogy figyeljünk és betartsuk a szabályokat. Nos, hát itt a beszélgetés végén ugye a Mesés-Fehérvárról beszéltünk, és akkor egy Mesés-Fehér megyével búcsúzzunk, hiszen rövidesen elkészül az a könyv is, dolgoztok rajta, amennyire tudom, ami bemutatja Fehér megye nevezetességeit, különlegességeit. Valóban így van, hiszen ugye a Székesfehérvári önkormányzatot követően a Fehér megyei önkormányzat is felkért bennünket egy könyvnek az elkészítésére, ugyanúgy Simon Erika kolléganővel készítjük. És most ez nem fog másról szólni, tulajdonképpen a megye vonatkozásában, mint Fehér megye értékeit fogja bemutatni. 59 értéke van most Fehér megyének, ami ugye az önkormányzat honlapján is megtalálható, és ezeket próbáljuk ugyanúgy egy ilyen kis könnyed hangvétellel és közvetlen stílussal átadni az embereknek, mint ahogy ezt tettük a városi könyv kapcsán is. Bizakodva várjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltél, és elmondtad mindazt, amire figyelnünk kell. Azt hiszem, hogy fontos minden egyes gondolatsor ebből a beszélgetésből. Köszönöm még egyszer, Monika. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Kész Varga Mónika, az Országos Rendőrfőkapitányság alezredese volt. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra, minden jót kívánok.